bemutatom az első komolyabb rajzot, amit már barlangász barátaink csináltak a kutatásról. Ez nem olyan egyszerű, mint a sashegyi, kicsit bonyolultabbnak tűnik, de korrektebb. Ez, ha jól látom, 2004. június 10-i állapot. Nekünk itt van a barlang bejárat, csak mindig mondom. Itt van nekünk ez a kő, ami látszik, hogyha pontosan le van mérve, akkor azért már nem annyira tégla alakú, hanem ilyen szabálytalan valami, de még mindig itt van. Tehát az, amire emlékszünk a fénykép elején, középen. Ez azért fontos nekünk, ez a rajz, mert ez a B jel és ez a nagy fehér rész ezzel szemben, ez itt mind föld meg kő, ez a fehér rész pedig azt mutatja, hogy először értük el a padlót. Tehát ez a függőleges fal, az se olyan egyenes, mint ahogy általában lerajzolta, húztak egy vonalzót, ez ilyen. De ennek a falnak az alját itt találtuk meg először. Na most, itt különböző érdekességek vannak. Ezen a részen találtunk egy kőfeszítő éket, és nem sokkal fölötte a kövek, apróbb kövek és föld között, azóta bevizsgálták többen is, több különböző ember vizsgálta ezeket a cserepeket, szürke cserepek. Nem azt mondják rá, amit szoktak egyébként mondani, mert ebben minden belefér, hogy római kori, hanem azt mondják, hogy hunkori. És most kezdjünk itt nagyon figyelni, mert ez a mélység, ez a barlang bejáratnak a küszöbe alatt körülbelül 3-3,5 méterre van. Viszont a sashegyi megállapította, hogy a barlang leletekből, hogy a barlang bejárat küszöb szintje, amin mi gyakorlatilag gyerekkorunk óta járunk oda, és azt a küszöb szintet ott jártunk, keltünk, amíg mi nem kezdtük el föltúrni. Az volt a honfoglalási szint. A sashegyi és egy más kutatók szerint is, akik vele voltak. Tehát az volt a honfoglalási szint. Nyilvánvaló, hogyha az volt a honfoglalási szint, akkor minél lejjebb megyünk ugye, a mélységbe, az időben annál hátrább megy. Ugye ez világos, nem? Tehát minél lejjebb megyünk, annál korábbi időszak tárul elénk. Na most, ha itt találunk kőfeszítő éket és hun cserepet, akkor itt római hun időben járunk már ezen a padlón. De van itt egy nagyon érdekes dolog, amit itten bekarikázott a rajzoló. Itt ez a szikla a felszínen van, itt még ebben a pillanatban, és egy fa gyökérzete tartja így a szélét. Ez innen bármikor begurulhat, mert nem érzékeljük a rajzon a szintkülönbséget, de mondom még egyszer, 3-3,5 méter mély a padló. Ezt el kellett innen távolítani. Igen ám, de ez azzal kezdődött, hogy a fát először lefűrészelték, elhordtuk, és a gyökeret alaposan, óvatosan kibontották. És mit találtak benne? Természetesen csontokat, ez egy kicsit sajnos szürke lett ez a felvétel, de egy a lényeg, hogy szarvas marha csontok ezek szintén, állkapocs és a többi. Itt most pontosan nem tudom megmutatni, mert ez még nincs megtisztítva, de ebből a csonthalomból került ki ez a csont. Ez annyira fölhergelt engem, lent volt mindenki délután, én meg mosogattam a csontokat, mert én vagyok a táborparancsnok egyébként, szóval fönt a... Nem ugyanazon a helyen van egyébként a tábor, mert ott nem lehet táborozni lent az árokban. És meg nem beszélve arról, hogy a tábort teherautóval is meg lehet közelíteni, és azért az nem mindegy. Tehát én gyakorlatilag ott vagyok, én ezt tehetem, mert az Árpád népét például ott írtam meg félig, meg ilyesmi, szóval én nem unatkozom ott. De így speciál a csontokat. Abban a pillanatban, hogy megmostam a csontokat, látszott, hogy ez fehér, a többi piros csont volt a szarvasmarha csontok. Hát lehet látni hófehér. Annyira fölizgattam magam, van itt egy másik kép is, csak ez egy másik szemszögből, vagy másik oldalról, hogy alig vártam, hogy följönnek az árokba, hogy beültem a kocsiba, és hazamentem, mert eszembe jutott, hogy az előző évben
csináltak egy röntgen fényképet a bal lábamról, és hazavittem, és oda tettem az ablak, üvegablakra a röntgen felvételt, és ráraktam a csontot, mondom, tessék, kérem szépen. Az én külön szerencsém volt, hogy a bal lábamról, és ez is bal lábas csont, a bal láb nagy új perce. Ha jobb lett volna, akkor is fölismerhető, de történetesen éppen nekem volt egy bal fényképem, és ez pedig egy bal. Na most, ez olyan közel van, már mutatom is a következő rajzon, hogy be tudjuk mérni. Ennek a fontosság, itt van, igen, ez olyan közel van, volt a Sashegyi által kibontott sírhoz, hogy teljesen egyértelmű, 50 centire, teljesen egyértelmű, hogy abból sodródott ki ez a csontocska. Sajnos viszont az a baj, hogy tehát a fa gyökerei között olyan magasan volt, hogy szinte levittük a Szegedi Biológiai Intézetbe vizsgálatra, gyakorlatilag semmi ízét nem tudtak kihámozni belőle. Tehát kiázott belőle minden, mert olyan magasan volt a földfelszínhez képest. Tehát kimosta belőle az eső, mindent kimosott belőle, próbáltak, a többször egy héten keresztül reszeltek belőle darabokat, mi egyéb. Nagyon fontos lett volna tudni, sok mindent lehetett volna tudni egy csontból, hogy valóban nő volt. A Nemeskéri még akkor megvizsgálta, és ő egyértelmű háború előtt, és egyértelmű állította, hogy ez egy női csontváz. Most nem akarom ide a Petőfi témát keverni, mert akkor még háború előtt voltunk, még nem volt ilyen ennyire idióta a világ itt Magyarországon. Tehát ő az nyugodtan mondhatta, ha nő, akkor nő. Tehát ha a Petőfi nő, itt volt az múltkor a Kiszeli Pista, ugye, hát miért nem engedik ezt a szegény Kiszelit lebőgni? Nem? Hát logikus a kérdés. Miért nem engedik meg a Kiszelinek, hogy egy óriásit bukjon? Miért nem veszik ki azt a darabka csontot, és miért hülye vagy? De nem engedik. Nem engedik, mert rettegnek tőle, hogy hát ha kiderül, hogy mégis a Petőfi. De ennyi az egész, nem több. Én nem drukkolok, hogy Petőfi legyen, vagy nem. Miért nem engedik meg? Mert nem biztosak a dolgukba. De most visszatérve erre, tehát a Nemeskéri azt mondta, hogy ez egy turáni típushoz tartozó, fajtípushoz tartozó női csontváz. Na most itt egy kicsit a Sashegyi ügy elszontyolódott, mert ő azért akárhogy tagadta az ő nyilatkozataiban, tolta el magától, azért ő szerette volna Árpádot megtalálni. Ugyanis, ugyanis ő abból indult ki, Anonymusból, hogy tisztességgel temették el egy patak forrása fölött, amely kőmederbe folyik alá Attila király városába. Hát azt mondta, hogy ez az a hely. Igaz, hogy azt is mondta, ennek a könyvnek a végén ezt idézzük, hogy majd meglátjátok, ha én már nem leszek az élők sorában, és valaki a fiatalok közül tovább viszi ezt a izét, majd meglátjátok, hogy be fog igazolni, amire én gondolok. Be fog igazolódni. Nem szó szerint idéztem, de ez a lényeg. Az egy megszállott ember volt egyébként. Én nem ismertem, az apámék ismerték, és soha nem találkoztam. Egyszer találkoztam vele Pomázon. No, tehát egy a lényeg, hogy itt van még mindig ez a nagy sziklánk, egyébként Sashegyi után G-sziklának nevezve, és itt már mindent kitakarítottunk, már ez a kő sincs ott. Itt volt ez a fa, itt volt a csont, itt volt a Sashegyi sírja, csak hát ez a padló, ez egyszer csak véget ér, látjuk? Véget ér, és mint ez a színpad, megy tovább lefelé. Úristen, ezek miért telefonáltak? Te... Fölmegy helyed, gyere, nézd meg, mert azt mondja, megy tovább a lépcső. Mármint a függőleges fal. Ennek egy darabja, de nem akarok sokat beszélni, inkább mutatom, mert a szemléletesebb. Itt van, tessék. Tehát itt van ez a nagy szikla, ez a G-szikla, és itt van kibontva ez a plac, ahol először megtaláltuk a padlót, és ez így megy tovább függőlegesen. Igen ám, de itt a nagy kövek és e között nem volt kő, nem volt szikla, hanem egy ilyen, mint a föveny, valami olyasmi anyaggal volt kitöltve. Hát nem tudom, most nem akarok keresni szavakat, de hát nem tudom, ennél jobban nem tudom megfogalmazni. Nem kitöltődött, hanem a vésett faragott sziklafal és a kő, tehát a egymásra rakódott sziklák között nem volt
nagyobb méretű kő, hanem csak ilyen, ez a puha valami. Na hát már ez is egy döbbenetes dolog. Itt mutatom a képeken az első pillanatokat. Ilyen egyenes. Ilyen egyenesre faragott. Itt van tőlünk, jó, most össze van, nincs lesöpörve, de látjuk, hogy itt ez az első pillanat, hogy megtalálták, hogy megy lefelé, és itt van tőlünk, tehát látszik, hogy a kettő között nincs kitöltődve sziklákkal, hanem valamilyen puha anyaggal. És itt jönnek ezek a kövek, nem túl nagy kövek, a tetején van, most itt nem látszik, az a hihetetlen nagy szikla, amire fölhívtam már az elején a figyelmet. Most ez egy másik irányból, elég jól látszik. Elég jól látszik, megy lefelé. Hát itt tulajdonképpen diavetítést kéne gyorsan csinálni egymás után. Mutatom a... Hogy is van? Így van. Na ez a szikla tetejéről, tehát ott le van most takarítva gyönyörűen. Tehát egy viszintes plac, és itt le van faragva az eleje. Na most hát itt azért irdatlan. Szóval itt egy gödörben vagyunk, és ez a hatalmas szikla, amire mindig fölhívom a figyelmet, ez ott van a fejünk fölött méterekkel. Hát nem volt egyszerű a döntés, hogy most mit csináljunk. Ez már ugyanarról szól, csak még azért megmutatom. Ugyanarról szól, mert itt van, tehát egy nagyon szűk helyen találták meg a fiúk ezt, de aztán most jönnek, aztán tovább bontották, és most jönnek szebb képek is. Ez azért fontos, mert ez ugyanúgy le van halszálkásra faragva, mint a nagy sziklafal. Ha fölment valaki oda holnap, majd látni fogjátok. Csak ez érintetlen, ez nincs a nap, meg az eső, nem ez egy puha kő egyébként. Nem koptatta le, ez érintetlenül maradt itt. Tehát ugyanúgy minden függőleges felület megvan így rovátkolva a holdvilágárokban. És itt van még egy kép, de van még több is, ahol már jelentős mélységből fényképeztem kifelé. Hát lehet látni. Itt van tőlünk ez a marha nagy szikla, és itt van a lefaragott fal. Igen, csak még egyszer mondom, itt föl kellett adni a továbbmenést, mert nem lehet. Hát egy lukat nem lehet ilyen szűk kis helyen tovább. Itt ez a kép érzékelteti egyébként még jobban, itt van egy ember, hogy milyen mélyen vagyunk. És ezen a nagy területen kiszedték. Tehát ez is egy csoda, a srácok egyébként nagyon ügyesek. Ez egy csoda, hogy ennyire ki tudták bontani. És akkor itt jön most ez a rajz, amik egy gyakorlatilag szemlélteti ezt az egész helyzetet. Ez 2004-ben van, mert oda van írva, hogy ásatási terv 2005-re. Tehát itt van az a nagy szikla, itt a barlangbejárat, látjuk, itt a honfoglalási szint, itt a sziklafal, és itt van ez a terasz, és ez azt jelzi, hogy itt a barlangból ez a kürtő vezet föl ide a teraszra. Tehát értjük. Itt találtuk meg, jól mondtam, 3,15, itt találtuk meg először a placot, az első placot, így megy lefelé, ez amit az előbbiekben fényképeken mutogattuk, és itten szaggatottal és kérdőjellel, hogy vajon milyen mélyen és mikor megy tovább, hogyan megy tovább. Nem tudjuk, de mindesetre ettől meg kellett szabadulni. Gondoltunk arra, hogy itt elkezdjük kint csinálni, és akkor így tovább folytatjuk, csak hogy minél hamarabb lássuk, hogy mi újság van. Igen ám, csak most képzeljük el, hogy ott marad nekünk középen egy ilyen hatalmas, nagy, több méter magas tetején egy gigantikus kővel. Soha többet nem tudunk, hát mit csinálni vele? Hát be tudjuk robbantani, meg nem tudom, de akkor tönkretesz mindent, amit addig kiástunk. Tehát el kellett döntenünk, hogy akkor ezt most egyelőre hagyjuk, és elmegyünk egy másik irányba, ahol a sashegyi sírja volt. Gyakorlatilag kipucoltuk ezt a teljes részt, ilyen faragott kövek találhatók maradékban. Na most, azért érdekes ez a dolog, mert 2 évvel ezelőtt kint volt egy bányamérnök, tehát műszaki ember, semmi hóbort, meg nem tudom micsoda, álmodozás, semmi. Műszaki ember, bányamérnök. Megállt a sziklafallal szembe, itt a nagy szikla még megvolt. Azt mondja, nem, azt felejtsük el, hogy ez egy kőbánya volt is valaha is, de követ bányásznak, méghozzá le is faragják, tehát kvadrátköveket képeznek belőle. De hogy innen
az árkon vagy bármin keresztül nem vitték le, ez 100%, mondja ő. Ezt itt a helyben dolgozták föl, és itt a lábunk alatt valamilyen építményben. Én őt idéztem. Az övé a jogdíj. Őt idéztem. Tehát azért faragták itt ki ezeket a köveket, mert itt lefelé, az árok felé, a zuhatak felé, a vízesés felé, még nem tudjuk, ott valamit építettek ebből. Na de mi történt vele? De itt közben felüdülésként még mutatok egy-két izét. Ez egy későbbi, ez az első ilyen monogramos cserépedény, úgynevezett bécsi cserép. Ja, opa, fejjel lefelé van. Ez egy nagyon komoly méretű, egy ekkora cserép. És azt mondja a régészünk, hogy ez azért figyelem, most nem csak a kiképzése, hanem a monogram, amikor először megjelenik, ugye a iparjegy, vagy minek hívják ezt, megjelenik, ez egy nagyon drága edény volt a maga idejében. Ez arra mutat rá, hogy erre a helyre nem szegény emberek zarándokoltak, hanem valamilyen tehetősebb emberek. De miért? Azért, hogy megnézzenek egy kőbányát, tehát ez egy butaság. Hát elég nehéz oda ezt megközelíteni ahhoz, hogy, hogy ezek fölmentek piknikelni oda, vagy mit tudom én, akkor ez még nem volt divat. Tehát érdemes azon elgondolkozni, hogy egy gazdag ember miért ment oda. Lehet találgatni, én a magam részül nem szívesen megyek bele ilyen ötletelésbe, de az egészen biztos, hogy nem. Egy pillanat, mindjárt. Hogy is van ez? Most nem látom. Itt van, igen. Ja, bocsánat, így. Nézzük meg ezt, hogy van ez megfaragva. Semmi értelme nincs kőbányászatilag egy ilyen munkának, de ezt most azért mutatom, mert ez ennek az egyenes falnak a folytatása, ahogy szembeállunk a fallal bal felé. Miért fontos ez? Mutatom már a következő. Itt látunk valamit, de lehet, hogy hátul még nem egészen jól látszik. Azért ezt most megmutatom. Remélem, hogy jól fordítom. Nem tudom. Rá kell nézni. Pillanat. Aha, így lesz. Amikor ezt kivették a srácok, abban a pillanatban minden kételjünk elszállt azzal kapcsolatban, hogy ez a terület erózió által nem töltődhetett föl. Tehát természetes erózióval ez a terület nem töltődhetett föl. Miért? Azért, mert ez a kis csipke, ami ugyan fölülről van lefényképezve, de ez oldalnézetben teljesen indokolatlanul így meg van hagyva, és körülbelül ilyen vastag az egész. Tehát képzeljük el, hogy egy ekkora követ ott hagynak, hátulról meg van faragva, és az eleje, meg majd fogjuk látni későbbi fényképen, meg megy tovább a fallal együtt. Tehát ez nem rá van oda téve, hanem így van, valahogy így hagyták. Most kérdezem én, ha föntről zuhognak a kövek, megállás nélkül, hát ezt úgy lepofozza, mint a franc. Hát nem marad ott. Hát semmi, egy lábbal meg lehetne rúgni, mert mondom, ez a tufa, ez olyan puha, puha kő. Olyan óvatosan volt körbe rakva sziklával, hogy de miért? Hát itt jönnek az igazi nagy kérdések, hogy miért? Hát miért volt fontos nekik az, hogy ne sérüljön? Értjük egymást, lehetett volna zúzni, törni, minden, gyerünk, de miért volt nekik fontos, hogy ne sérüljön? Na eljött az ideje aztán annak, hogy döntöttünk. Egy kicsit, ezt ugye a mikrofonban mondom, de egy kicsit el kellett térni a szabályosságtól. Ugyanis, ha a vésővel, ez ugyanis a nagy szikla, amit az elején mondtam, ott középen. Ha ezt vésővel próbáltuk volna, akkor még most is azt faragnánk. De hát erre nem érünk rá természetesen. Ha meg viszont engedélyt kértünk volna, akkor még most se kaptuk volna meg. Tehát gyakorlatilag befejezhettük volna az ottani munkálatokat. Ezt a műveletet pedig, hát volt egy nagy tudós régen, van nóta is róla, Nobel Alfred, Nobel Alfred, Nobel Alfred, svéd kémikus, kus, ismerjük, ugye? Fő találta a dinamit, mit
Mit? Bang! Jó nagyot szólt. Pomázról főtelefonáltak. Te? Ti vagytok? De hogy is a szemközti kőbányában. Ez alatt a szikla alatt, a legnagyobb középen álló szikla alatt megtaláltunk egy ilyen csontvázat, ami sajnos ugyan darabokban van, de közelében nincs annak a túlokszerű csont. Látjuk, ugye? Nagy kerek. Először azt mondjuk, medve. De nem, mert ugye a fogak, meg hát nem, hát az egyértelmű. Hát azt még egy laikus is látja, hogy a medvének milyen foga van, meg ez. Nem, ez is szarvasmarha. Most egymás után mutatom a képeket. Ez az én szemüvegem csak a méretarányhoz. Marha nagy kopoly. Itt vannak az izék a fogak. Na, szóval nem medve. De marha nagy koponya, és csak végtagok. Hopp. Így. Tessék, ha valaki talál itt egy bordát, vagy szóljon, mert én eddig nem vettem észre. Készséggel elismerem, hogy rossz a szemem, de én nem vettem eddig. Ezek lábszárcsontok, és ilyen egyéb ilyen alkatrészek. Egy helyen volt. Hangsúlyozom, egy helyen volt. Na most, a csontokon nem látszik erőszakos, tehát késnek, vagy valaminek a nyoma. Tehát azt is nyugodtan félre lehet azt a már Sashegyi óta szálló legendát, hogy hát a kőbányászok ugye fölvitték a kaját, aztán ottan megsütötték, aztán lakomáztak belőle. Hát igen, de hol van akkor a többi? Már a többi része az állatnak. Nem, itt egyértelműen az látszik, mert én szeretek óvatosan fogalmazni, az látszik, hogy ezt az áldozati állatot valahol lent az árok aljából fölbontották, és fölvitték a darabokat, és az ott oszlott szét. Tehát magyarul nincs rajta semmiféle ilyen késnyom és egyéb. Tehát oda betették a koponyát és a csontokat. Tehát ezt úgy hívják, hogy áldozati állat. Na de miért? Miért kellett a kőbányászoknak áldozati állatot betenni a kövek közé? És itt jön az utolsó kép, és akkor megpróbálom így nagyjából összefoglalni. Ugyanis tavaly már itt van ez a csípkés kő, amit mondtam, hogy ki van faragva. Gyönyörűen látszik, ívesen hajlik a kőfal. Nem szögletesen, ívesen. Hát nem tudom, mennyire érzékelhető, de itt látható. De ha a szálkása meg van faragva az egész, és a Roki, ez aki csinálta ezeket a szép rajzokat, ő meg ott áll a következő padlón. Na de már irdatlan mélységben vagyunk. Irdatlan mélységben vagyunk, és itt gyakorlatilag megállapítható az, hogy semmi, de semmi nem indokolta azt, hogy egy ilyen úgynevezett kőbányát visszatöltsenek, mint mostanában ugye valami lakótelepet akarnak, ahol viszik oda a szemetet, azzal föltöltik egy hegyoldalt, ugye ki volt szedve, és akkor kamion számra viszik a szemetet, föltöltik, és aztán elplanírozzák, és akkor raknak rá a lakótelepet. Hát akkor miért? Hát ezt az irdatlan munkát megcsinálni? Miért? Csak azért, hogy ne látszódjon? Figyeljünk, csak azért, hogy ne látszódjon? Azért, mert csúnya? Azért, mert szántó fölött csúnya az a nagy kiharapás a hegyből? Igen, az csúnya, valljuk be őszintén. Jó lenne, ha benőné valami zöld, meg mit tudom én, de arra nem sok esély van. Tehát maradjunk annyiba, hogy az egy sebe a hegy oldalán, most a szántóiról beszélek. Ők is azt gondolták volna, hogy ez a lépcsőzetes, nem tudom hány lépcsőből a patak felé ereszkedő valami, az nem szép, hát vissza kéne tölteni. Hát nem egészen erről van szó, úgy néz ki, de visszatöltötték. Visszatöltötték, ebben a pillanatban tisztességgel ennyit lehet mondani, viszont tovább lehet gondolni ezt a kérdést. Visszatöltött. Miért töltötték vissza ilyen irdatlan munkával? Azért, mert valamit el akartak takarni a külvilág szeme elől. Itt aztán lehet tovább találgatni, hogy ez miért. Nyilvánvaló a piramisokra, meg egyéb ilyen dolgokra gondolva, nyilvánvaló ilyen gigantikus munkát csak akkor végeznek el, ha annak valamilyen nagyon fontos oka van. Ez a nagyon fontos ok lehet például egy királyi temetkezés, vagy több temetkezés egy helyen, vagy nem tudom, hogy micsoda. Ez egy komoly ok.
Tehát, hogy ha azt mondjuk, hogy ez már pedig valóban láthatóan, szisztematikusan vissza lett töltve, akkor semmi értelmét nem látjuk annak, hogy azt mondjuk, hogy hát igen, hát nem tetszett nekik, aztán visszatöltötték. Csak akkor, ha ennek a mélyében, mint ahogy a műszaki bányamérnök barátunk, ismerősünk mondta, hogy ennek csak akkor van értelme, ha, de mindig csak feltételes módban szabad fogalmazni, amíg nem tudunk valamit, akkor van értelme, ha a mi lábunk alatt valami építményre használták ezt föl. Na most egy ilyen építmény akár lehet egy tomba, az egy nagyon komoly lehetőség ebben az esetben, és mondom, még az is, hogy nincs ott semmi. Csak akkor semmi értelme nincs ennek az egész műveletnek, ami itt a hun korban és a római korban zajlott. Ennyi. Jó kirándulást holnapra! Thank you.